Hazánkban egyedülálló Szent Jakab kegyhely az Árpád-kori lébényi templom. Sok turista látogat ide, de a Győri Egyházmegye területén léptennyomon találunk olyan szakrális helyet, amelyet érdemes felkeresni akár kerékpárral is. Maga a Káptalan domb is egy ilyen kegyhely. Szent domb, azaz Kolisszacer. Szent László hermáját őrizzük itt, könnyedőszüzanyának a kegyképét tiszteljük évről évre, és hát van egy mártír püspökünk, Boldog Apor Vilmos, akit reméljük, hogy közeljövőben szentként is tudunk tisztelni. Évről évre sok hívő keresi fel a Győri Egyházmegye szívét, a Nagy Boldogasszony Székesegyházat. Az zarándoklat ősi vallási gyakorlat. Az ember a természet fölötti világgal közvetlenebb módon találkozhat a kegyhelyeken. Amikor az ember útra kell, akkor megtapasztalja az Istennel való találkozásnak a lehetőségeit, különösen akkor, hogyha ki tud emelkedni abból a hétköznapoknak a szürkeségéből és hajtásából, daráló gépéből, ami magával ragadja az embert. Ahhoz, hogy a lényeget, a életünk fontos dolgait megtapasztaljuk, ahhoz egy kicsit a tempóból vissza kell fognunk, lassabban kell haladnunk, mert a lényeg mellett elszáguldunk, és nem vesszük észre, hogy életünk minden pillanatában, egy fűszálban, egy kis virágban jelen van az Isten gondviselő jósága, találkozhatunk vele. Az Isten kapcsolat elmélyítésére szolgálhat a 900 kilométeres Sacravello kerékpáros zarándokút hálózat. Ez kiépített kerékpárutakon vagy alacsony forgalmú közutakon vezet át. Táblák jelzik a szakrális emlékhelyeket. Több évvel ezelőtt fogalmazódott meg egy összefogással az, hogy próbáljuk meg azokat a megyeszerte található és talán kevésbé ismert egyházmegyei kincseket, az egyházi jelentőségű látnivalókat bemutatni, és ezt, hogy fűzzük össze egy egészséges, a kerékpározásra épülő új turisztikai lehetőséggel, és tulajdonképpen így született meg ez a Sacravello kerékpáros zarándokút hálózat, amit szerencsére nagyon sokan támogattak. Mintegy 2.700.000 euró pályázati összeg és önrészből tevődik össze az a költségvetés, amiből 4 megye, a Felvidéken Pozsony és Nagyszombat megye, Magyarországon pedig Győr-Moson-Sopron megye mellett Komárom-Esztergom megye valósítja meg ezt a programot. Több túraútvonalat is ajánlanak a kerékpárosoknak, és készült egy mobiltelefonos alkalmazás is. Ezek szervizpontok is megtalálható, itt pumpa, ráadásul ugye a keréknyomást is le lehet rajta olvasni. Az oszlopban a legfontosabb szerszámok is megtalálhatók, amelyekre egy gyorsjavításnál útközben szükség lehet. Győr-Moson-Sopron megyében 9 ilyen szervizpont található. Ezekkel az elektromos kerékpárokat is fel lehet tölteni. Az elektromos kerékpározás az talán a jövő, és olyan emberek számára is lehetőséget ad arra, hogy újra nyerekbe pattanjanak, vagy akár most kezdjék el a kerékpározás élményét megismerni, akik már valamilyen módon mozgásukban esetleg korlátozottabbak, vagy a fizikai erejük nem olyan nagy, és ezek az elektromos rásegítésű kerékpárok, ezek lehetővé teszik azt, hogy ők is akár nagyobb távolságokat is be tudjanak járni, vagy tényleg egyáltalán lehetővé váljon számukra az, hogy a kerékpározást újra ki tudják próbálni. Tavaly készültek el a Győri Egyházmegye épületeiben a Domus Peregrini apartmanok. Az igényes kialakítású szálláshelyek a kisebb-nagyobb, például kerékpáros zarándok csoportokat is szívesen fogadják. Ténylegesen a turizmusnak helyet adó épületegyüttes nagyon nyitott a kerékpáros turizmusra. Úgy alakítottuk ki az épületnek a kiszolgáló helyiségeit, hogy a kerékpárok tárolására is alkalmasak, a szabad tereit pedig úgy, hogy ilyen csoportok 15-20-30 fő leülésére alkalmas terek jöttek létre, tehát jól tölthetik el az esti szabadidejüket, akik úgy választják, hogy Győrben pihennek meg.
nagyon jó helyen van, ha úgy tetszik, a Káptalandom, illetve ez a szállás, mert ahogy a Szigetközi hídon beérkeznek Győrbe, rögtön a látvány fogadja őket a Káptalandom. 23 két, illetve 3 ágyas apartman várja Győr belvárosában az zarándokokat. A pótágyazható szobák, egybenyitható apartmanok akár nagyobb társaságoknak is kényelmes elhelyezést nyújtanak. A mediterrán terasz egyedi hangulatot biztosít. Az elcsendesedése és lelki töltekezésre a saját kápolna mellett a közeli székesegyház is lehetőséget ad. A közelben több egyház intézmény is kínál látnivalót, kulturális programot. 7 helyen kínálunk a látogatóknak kulturális lehetőséget megtekintésre, egyben szakrális kincsek is jelen vannak természetesen. Tehát egy napot nyugodtan eltölthet a turista, az a kerékpáros turista, aki itt lehelyezi a kerékpárját, és akkor Győrre szenteli a figyelmét. Aki pedig nem, annak pedig természetesen itt a Szigetközi, és óriási lehetőségek vannak a Szigetközi kirándulásra, ebből a centrumból, ha úgy tetszik, amit mi itt a szálláshelyen ajánlunk. Győr belvárosa mellett a térség is számtalan szakrális lehetőséget kínál, nem csak kerékpáros zarándokoknak.